Szasztok Pajtik, ez csak egy rövidke kedv csináló videó, meg fogjuk nektek most mutatni így előjáróban a Godox-nak a legolcsóbb TTL képes fogóját, ami nem más, mint a TT350. Az a jó ebben a vakuban, kismérete és alacsony ára mellett, hogy Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic minden gyártónak a rendszerével kompatibilis, persze nem egy modell, hanem nyilván lehet venni Sonysat, lehet venni Canonosat. Mi ugye nyilván a Nikonosat kaptuk, mert ilyen a géppark, ezt fogjuk nektek bemutatni a jövő héten. Külső tulajdonságok, specifikáció, vázról eltávolított használat, ugyanis ő vezérlő és vezérelt vakuként is támogatja a Godox-nak ezt az X1-es vezérlési rendszerét, erre jövő héten mindenképpen ki fogunk térni, és ennek nagy segítsége lesz az, hogy kettő darabot kaptunk a Microsofttól, így meg fogjuk tudni mutatni, hogy az egyikkel hogyan lehet a másikat vezérelni. Úgyhogy jövő héten mindenképpen tartsatok velünk, hogyha érdekel titeket a TT350. Addig is nézzük meg, hogy mit is kapunk a dobozban, hogyha ezt a terméket vásároljuk meg. Szokványos gyöngyvászony táskába van benne maga a vaku, ezen kívül a kötelező papírok vannak benne, meg egy ilyen kis pára elszívó zacsi, hogy ne sérüljön csomagolt állapotában a termék. Ebben a gyöngyvászon táskában megtaláljuk magát a TT350-et, ami egy ilyen kis diffúzor kupakkal érkezik. Előjáróban ennyit szeretnék róla megmutatni, az összes többi tartalom jövő héten fog érkezni. Kapunk még pluszba egy vakutalpat, amivel vázról eltávolítva asztalra és vagy állványra tudjuk felrakni a vakunkat. És itt van ez a kis gyöngyvászon táska, ami sajnos nem övre fűzhető, így végül is csak a fotós táskánkba tudunk egy plusz táskába berakni a vakut, amennyiben szeretnénk még egy kis plusz védelmet adni neki, nem feltétlen indokolt. Egyéb részletekkel és információkkal a jövő héten fogunk érkezni, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, ha érdekel titeket jelen kis vakunk. Addig is köszönöm a figyelmet, és jövő héten találkozunk. Szevasztok!